csodálatos napra virrattok, elindultok haverokkal, Call of Duty Ghostban játszogatni, foglalgatni, örömet szerezni lelketeknek, éselgetni egymást. Minden esetre a cél, hogy jól érezzük magunkat. Ám vigyázni kell, mert a veszedelem mindig ott lesz rátok Call of Duty Ghostban. Mikor nem számítanátok, hogy jól érezzitek magatokat, bim! Egy távoli golyó talál el benneteket, és meghaltok. Keresni kezded az okát, hogy mitől lehet ez. Keresed, keresed, keresed. Áhá! Ott van. Kemper. Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, a mai dokumentumfilmünk házigazdája és narrátora, ahol a kemperekről fogunk beszélni, mert ők mindenhol ott vannak. Mindenhol rejtőznek, kis zugokban, erkélyekben, házakban, ablakokban, szekrények, kocsik mögött, és kiszednek. Kíméletlenül. A mai adásunkban a kemper természetet fogjuk megvizsgálni, kemper tulajdonságokat, gondolkodásmódot, hogyan tudjuk elkerülni, illetve bemutatjuk a vadászt. A vadászt, aki a kemperek után megy, hogyan tudjuk előhívni a vadászt, vagy akár mi magunk legyünk a vadászok. Következő képsorokban szimulációt láthattok arra, hogy hogyan viselkedik, gondolkodik, továbbá milyen eszközöket használ egy kemper. Bár tudósok nem tudták bizonyítani, hogy egy kemper igazi intelligencia szinten rendelkezhet-e, ám vadászok elmesélése alapján, vadászok, akik nem akartak nyilvánosság elé állni, hogy a kemperek ne ismerjék meg őket, szóval az ő elmesélésük alapján íme így gondolkodhat egy kemper, készítettünk egy szimulációt az adott esetre, hogy ti is láthassátok, hogy mit kell elkerülni, továbbá ne essünk abba a csapdába, hogy kempernek hívnak minket, ezáltal fölélesztve a vadászt, aki majd ránk fog vadászni, ugyanis egy valódi, normális, átlagos, becsületes játékos félelmében már nem meri a kezébe venni a mesterlövész puskát, nehogy kempernek nevezzék őket, ezáltal a vadászok őt kezdjék el vadászni. Mert hát természetesen ki akarná azt, hogy kempernek hívják. Ezért hát íme a szimuláció, hogy lássátok, hogy a kemper hogy gondolkodik. Ne felejtsétek el, hogy a kemper nagyon sokáig egy helyen van és onnan szedi ki áldozatait, továbbá, ha egy vadász rátalál, megöli, még az után is visszamegy az adott kemp helyre. Nem tudni, hogy miért. Tudósok nem tudták bizonyítani, lehet, hogy meleg van ott. Lehet, hogy csak fél. Csak védekezik valójában, hogy ne tudjanak bemenni a területére. De lehet, hogy csak egyszerűen nem mer elindulni és megismerni a pályát. Nem tudni. Hiszen mikor kérdezik őket, a tudósok a pályán nem válaszolnak. Mindenhol megtalálhatóak, mindenhol kényelmesen érzik magukat, mindenhol megvan a maguk zuga. Ám mégis nem válaszolnak, nem ismerik el, hogy ők kemperek, mindenhol fellelhetőek, ezért a vadászok tulajdonképpen mindig, vadásznak mindig akad munkája. Íme, hölgyeim és uraim, ez volt a szimuláció arra, hogy gondolkodik a kemper. Következő képsorokban látni fogjátok, hogy netán még a vadász sem lehet biztonságban, mert azért a kemperek bizony ügyesek tudnak lenni időnként. Vannak ügyes kemperek, a fejlettebb faj, hogy úgy mondjam, mert lehet őket kategorizálni. És van egy fejlettebb, ügyesebb kemperfajta, íme a vadász, kérem szépen. Bim! Még a vadász sincs biztonságban. Időnként nagyon-nagyon vigyázni kell ám, hogy hogyan tudjuk
kiküszöbölni azt, hogy a kemperek ne tudjanak megtalálni. A még fejlettebb kemperfaj akár még ügyesebb is tud lenni. Mindezáltal hangsúlyozom, nincs semmilyen bizonyíték erre, hogy ilyesmi létezne, de mégis vannak tapasztalatok. Kemperek már pedig vannak. A szimulációnkkal leghűbben próbáltuk igazolni, hogy már pedig vannak. És kérem szépen, nagyon figyeljék meg a következő sorokat, egy fejlett kemperről van már itt szó, még képes megvédeni azt, ami az övé, és a vadászt levadászni, miközben rávadász rögtön. De természetesen a vadászt kisegíti a társa. Elmesélések alapján a kemperek időnként csoportosan mozognak, ezáltal erősítve egymást, netán csapdát állítva a vadásznak, íme ha ezekben a képsorokban megláthatják, hogy a vadász sikeresen eljut a kemper fészekbe, de végül halálát leli, mert a csoportos kemperek erősek. Íme ott a kemper, vadász kinézi, hala és hátulról egy másik kemper kisegítve társát, megfékezi a vadászt. Ennyi maradt fölünt a képsorokban, hölgyeim és uraim. Elég rémisztő. Következő képsorokban a kemper a helyére igyekszik, a megszokott kemper helyre, útközben megpróbálva kivadászni, akik előtte vannak, ám a vadász ezt megakadályozza, hogy eljusson a helyére, és itt térnénk rá, kérem szépen, a vadászatra. Hogyan legyünk vadászok, és mi csalja elő a vadászt? A vadászt kérem szépen előcsalogatni nem könnyű, ám mégis van egy dolog, amitől a vadász feléled, és elkezd vadászni. Az pedig kérem szépen nem más, mint a normális játékosok jajveszékelése. Stop camping, please! Ami jelzi a vadásznak, hogy itt az ideje felébredni, és megmutatni önmagát. Hölgyeim és uraim, a következő képsorokban egy vadásznaplója következik. Egy vadász, aki nem szerette volna magát megnevezni, hogy a kemperek ne tudjanak előle elbújni, ne olvadjanak be az átlag játékosok közé, mert hát ilyet is tudnak ám ezek a kemperek. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, vadász technikák következnek. Hogyha önök is szeretnének tenni valamit eme borzadály, ragály ellen, amit a kemperek képviselnek, ha úgy érzik, hogy muszáj valamit csinálni, íme néhány technika, hogyan győzzük le a kempereket. Első, kifigyeljük a kempert, megnézzük az útvonalat, és utána szúrjuk le. Következő technikában pedig kivárjuk a kempert, meghúzódunk egy sarokba, tudjuk, hogy visszamegy az adott helyre, majd még mielőtt elérne oda, leszúrjuk. A harmadik technika hagyományos. Felmegyünk a kemperre és leszúrjuk. Továbbá megnézzük a további tipikus helyet és leszúrjuk. Hölgyeim és uraim, kiváló technikákat láthatunk itt, amely elősegít minket abban, hogy vadászunk. Mindig fésüljük át a területet, ahova kemperek járnak, mert járnak és visszamennek, mint láthatják. Hölgyeim és uraim, a vadászkés, ha beszerzik, nagyon is tudniuk kell, hogy rettentő éles. Ne felejtsük át, miután átfésültük a helyet, amelyre a kemperek járnak, használjuk az uavot, és ezáltal találjuk meg a kempereket, kérem szépen, mert mindig-mindig ott rejtőznek a tipikus helyeken, az összes pályán, a jó kis fészkükbe. Szóval, hölgyeim és uraim, íme egy példa a vadászkés élességére. Úristen! A fémen is átszúr! Szóval, javaslom beszerezni egy vadászkést, hölgyeim és uraim, mert hát hihetetlen módon hatékony. És ezzel érdemes elindulni és fésülni területet. Megnézni, hogy merre járkálnak a kemperek, hol bujkálnak, és így szerezve előnyt maguknak. Íme egy tökéletes példa arra, hogy hogyan fésüljük át a tipikus kemper területeket. Hopp, egy kemper, és már is megvan.
Így kell át kell fésülni házat, ablakot, szekrényt, minden kis apró zugot, mert ott vannak és megbújnak, és ez biztos tulajdonképpen. És a türelem, a megfelelő vadászterület átjárása mindig meg fogja hozni eredményét, állítja ezt a vadászt, a magát meg nem nevezni kívánó vadász, amit láthatják, hölgyeim és uraim, tipikus kemperhelyeken megfordulnak a kemperek, és láthatják, kettő is, akár csoportos kemp, de a vadász győzedelmeskedett felettük, csapdát felállítva, hát ha visszamerészkedik egy kemper, és belefut csapdájába. De lássuk, mit csinál a vadász, előveszi a kis radar, kemper ellenes radar, és körbenéz, hogy vannak-e még kemperek a terepen. Bár úgy gondolom, már megtisztította a terepet, sikeres volt a munkája, sikeres volt az egész élete azért, mert megakadályozta, hogy kempeljenek, örömet szerzett ezzel más játékosoknak, és helyes útra terelte a játékot. Kérem szépen, ez volt egy vadász naplója, ritka képsorokat láttak, keveset bár, de ritkát. Becsüljék meg, reméljük, hasznukat szolgálta, ha valamit szeretnének tenni a kemperek ellen. Én megköszönöm figyelmüket, Necrocrim voltam a mai narrátor. A következő dokumentumfilmig köszönöm a figyelmüket. És vigyázzanak magukra, vigyázzanak, hogy ne hívják magukat kempernek. Ezáltal felélesztve egy vadászt a pályán, és az elkezdi önöket vadászni még akkor is a becsületes játékosok. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra, viszont hallásra.